Kiki, ne tanulom, ami jól beköszön is. Sziasztok. Na sziasztok, ebben a mai videóban a Imperium Galaktikát fogjuk kipróbálni. Lehet nem kipróbálni, mert én már játszottam vele kicsit sokat, de úgy döntöttem, hogy most felveszem. Egyébként ez egy olyan játék, hogy ugye vagy egy űrbe, vagy egy ilyen galaxisba, és ugye vannak fajok, általában 8 faj van, de hát ugye a hadjáratnál csak 3 van. És küldetéseknél ugye több faj is lehet, meg ilyesmi, és ugye az van, hogy ugye ha bemész a hadjáratba, akkor ott az a feladat, hogy ugye van mind a 8 faj, és neked 7-et kell legyőzni, bár az egyiken ugye te vagy. És ugye a 8-ból ott csak 3-at választhatsz, ami nem más, mint a Krahan, az emberi és a Shinarik. És ugye egy ilyen galaxisos játék, amikor így hajókat kell csinálni, mindenféle csatahajók vannak egész, hiszen a rombolókig, mit tudom én, erődök is vannak benne, mindenféle tankok. De szóval akkor menjünk hadjáratba. Mivel legyek? Egyébként itt kiírja. Nekem a Krahan egyébként az jó, mert neki erős fajai vannak, de ők lassan fejlesztenek, mert itt is írva, hogy a Krahanek másik galaxisból szülöttei kegyetlen és vadharcosok, legyőzhetetlenek hadseregükkel, egyetlen céljuk, hogy minden létformát elpusztítsanak, de rejtve kell maradniuk, míg el nem érkezik a hódítás ideje. Egyébként az a baj, hogy te csak az imperátor vagy, szóval az Isten császár például, mit tudom én, csinálj egy kettő rombolót, akkor ezt nem csinálsz, akkor ennyi bukta a játékot. Többinél meg te vagy az Isten császár. De attól nekem a Krahan van egy elég jó mentésem, és hadjáratot nagyon nehéz megnyerni. Most legyünk ezzel a Krahanem. Normál hát nehéz. Mi? Ha könnyű, az túl könnyű. Normál az nehéz. Legyen könnyű. Na nézzük. Igen, ez egy kis bevezető, hogy itt a csatahajó. Imperátor! Isten császárú fénye önre ragyog. Egyelőre. Mint a kihelyezett Krahan erő parancsnokának, az ön feladata hódító tervünk végrehajtása. Angos. A teljes galaxis rabigába hajtása. És akkor itt mondja, hogy... Fordítson rá kiemelt figyelmet, egyet, hogy ne bukkanjanak ránk, mielőtt elég erősek nem leszünk, hogy szembeszálljunk az ellenséggel. A tervezés, mert hogy ez nem úgy van, hogy ledobsz egy rombolót és minden szuper, hanem vannak ezek, például egy sima romboló, azt mondom, van könnyű lézer, és például itt van olyan, hogy mit tudom én, tetralézer, akkor erősebb lézerrel lő, meg ilyesmi. És van ugye az információ, üzenetek, beletés, egyébként a kereskedelem az nem az ő oldalánál, mert kereskedni jó, és amikor az életedet is megmenti, de viszont ők nem tudnak szerintem. Hát mert azt mondtak, hogy vadharcos, szerintem kémkedni se tudnak, de viszont cserébe ők se tudnak utána kémkedni. Egyébként a kémkedés az azért plusz, mert pénzzel tudnak, fel tudnak rombantani épületeket, kolóniát, kéműholdat, akkor meg tudják nézni, hogy a bolygónkon mi van, és diplomázni se tudnak. Szóval nem tudod, hogy mikor van veled hazüzenetbe, azaz harcba, vagy békébe. Ez a rossz. Kamolhatan! És itt egyébként be is lehet lassítani és gyorsítani. És ugye fel kell fedezni bolygókat, és kolonizálni kell őket. És hát igen. Na mindegy, itt elveszem neki a jó nagy utat. Jó, ennyi elég lesz, várj. Utána még jöjjön ide. És ugye... Igen, várj, megmutatom, így néz ki a romboló. Vadász. Hát a vadász az idegesítő nagyon pici, de viszont ennyi is bőven meghangozva. Kolonizáló nekünk eszketerformáló, segíti
a bolygóknál a szaporozást, hogy több ember legyen, akkor igen, az ő bázis, azon nem tudom, az a harci ilyen, vagy ilyesmi, abból mehet, na nézzük. És akkor itt van egy pár épület, itt vannak a kereskedelmi fúzió, katonai műveletek, rakétás gyárak, űrhajózár, tangyár, épületom, űrhajózár, tangyár. Egyébként úgy van, hogy be lehet állítani ott valahol, hogy mit rakjon automatán például. Nekem most az van beállítva, mert nem lehet mindent az, hogy automatán van. Szóval nekem most itt az van beállítva, hogy a civilt ő rakja meg a kereskedelmit. De a katonait azt inkább nem lehet. Ki tudja, hogy mit akarom. Várjál, tanklagó, nem? Egyébként nem úgy van, hogy mindent egy-kettőn kifejlesz, hanem kell űrhajóval, meg tanklabor. És ugye ennyi, nem mindegy tangyel. Basszus, ez a nézőkkel. Itt is 3002, 3007, 3002, blablabla. És egyébként be lehet lassítani az 1-es és 2-es és 3-asra. És itt meg lehet állítani az időt, ha például gondolkozni akarsz. És itt a radar. Ami segít, ha például ott egy bolygó, amit nem ismersz, akkor ott látod. És ugyanis annyi is. Lehet egyesen, ez a lassú, ez a normál, ez meg a gyors. Én sokszor beszoktam mondani, de nem mindig muszáj, mert ha bekapcsolod gyorsra, akkor náluk is gyors lesz az idő. És akkor a fejlesztés befejeződött. Eléggé lassan fejlesztem. Nem ezt kell! Állj! És akkor ugye úgy kell, hogy ezt itt nyomva kell tartani. Nem, kombinátor. Egyet a kombinátorradar az ugye a hajónak nagyobb lesz az a kis kék, és ennek is. A bolygóinnak. Most elég picike. És majd itt jönnek üzenetek, ott fog üzenni mindenféle zsoldos katona, meg ilyesmi. Mert például én is tudok már más fajoknak üzenetnél ízni. És akkor a kolonizálatról elindítunk, hogy az szinte az az egyik legdrágább, és lerak egy főépület. A fejlesztés befejeződött. Egyébként nézzétek, hogy milyen lassan fejleszt. Jó, most pörgetem, és ilyen lassan fejleszt. Az ember ilyennél meg 10-szer gyorsabban fejleszt. De gyengébbek a hajói viszont cserébe. És gyorsan gyárt is. Azt imádom benne. Egyébként csináltam még egy nagyon jó mentést, az a Sinarika volt. Nyerésre álltam, de még a Krahen hátra volt, és hogy nem mondjam, erős tanké voltak eléggé. Egyébként nekem itt a kedvenc dolgaim a hajóra az atomtorpedó, mert ez darál. És a ionágyú, szóval az piu-piu-piu, ennyi nem kérdező. Nem tudom, lézer. Jó, nehéz. Azt nehezen gyűrni. Igen. Azt nehezen tudja legyűrni. A fejlesztés befejeződött. De hangos. Nem hangos. Nekem mind. Még gyártok? Persze, hogy gyártunk. Gyártodj! Jó, üzenet, látjátok, ott kiírjuk. Üzenet, Isten császár, na azt mondom. Imperator, Kalusz flotta észlelt területünkön közeli, ha felfedezik seregeinket, jelenthetik itt létünket, ellenségeinket, a galaxis keresse meg, és hallgatassa el őket. És ezt muszáj megcsinálni, vagy különben kirúg. Hol vannak a kalózok? Hol vannak? Én nem látom őket, Isten császár! A fejlesztés befejeződött. Talán fel kéne őket fedezni? De én nem akarok csatát, mondjuk te. Mondjuk de, mert én vagyok a legizébb harcos, azt mondta. Ki Isten császár.
mi az kifejlett űrhajó. Gyár, ez sokkal jobb, mint a sima. Itt van 5000. Lepattintunk innen még egy űrhajógyárat, jó? Egyébként az a rosszabb, hogy például egy bolygón van, tudom én, 8000 ember, az fogyasztja a pénzt. Pénz. És itt ebben a játékban pénz szinte a legfontosabb. Nagyon nem. Mondjuk de. Épületizéket is le kéne rakni. Tudjátok ezt a... mindjárt mondom. Egyébként inkább ezt a terraformát erre elhasználom, mert a terraformás konzol az nem tud lőni. És itt ez az a jármű, ami legtöbbe kell 50 000 pénzbe. És ez nem jó, nem jó, nagyon nem jó. Nem kedvez nekem. Te mi vagy? Épülj már! Szóval a főépület épül a leglassabban. Épülj! Akarok rád építeni. Mi ez? Igen, azt. Ez egy kis ízén bemutató, hogy mit csinál a konzáló, egyébként semmi különös. De azért nézzétek már. Hogy beáll a kis fenekével, popójával. Mi ezt még mutattam, hogy kétszer ezt a mondatot. Igen, ott a feneke. Nagyon szép, csodáljuk. Nagyon szépen fordulsz, de nem érek rá egész nap, hogy ilyen szépen fordulsz, amire fordulnék. Hogy kinyílik a hátsó, nyami, és ezek szépen lassan kinyílnak. A leglassabban, hogy húzza az utasítását, imperátor! Nagy baj lesz. Gyertünk még kettőt. És... ez az, mit bőgünk ide, mit van? Bőgye? Már akkor tudunk valamit csinálni legalább. Nehéz roboló. Egyébként nehéz roboló, csak hogy kimész, ugye jön egy romboló, ami nagyon fegyverzetten elég, van rajta torpedó is, ami nekem tetszik, mert imádom a torpedót. Egyébként nem az a játék, ahol így vakon lövöldözél és utálad el a hajókat, hanem az, amit a vízből küldik. De szerintem ezt mindenki tudja. Egyébként érdemes olyan helyeket konzálni, ami szinte a nagy büdös semmi közepén van. Mint például az ott, mert az egy több bolygót is meg tud találni a kis szkennelésről, ami a sugár. Az tetszik nekem. Ellenséges flottát észleltünk. Az ki? Ne. Mit parancsol? Kószer. Most megismerik a dühöt, imperátor! Ne! A bolygóm! Hagyjad békén! Nincs hagyd semmilyen védelem. De hogyha neki sincs tankja... Jó, félek. Milyen hajó olyan? 10... 30... Jelentkezem, imperátor! Hát nekünk több tűzelünk van, de szerintem ők sem gyengék. Lőjétek! Mit parancsolok? Gyorsabban, ahogy mondtam, ők is lőnek. Nem. De lőnek. Az a gond, hogy ezek lassan lőnek, és csak körbe lézerrel. De négyen van. Egyébként így be kell őket izélni, hogy csak egy hajó támadja, mert nagyon kell lőnek.
Jaj, el fog viszonyíteni, hogyha jössz. Küld már szét! Jaj, csak ő! Isten császár, vezess polgár! Meg! Egyébként így áll ez ügyen! Emberesség kívta, faszicsak! Ott vannak a hajóid. Na mindegy, hagyjuk a szórakozást. Új üzenet. Isten császár! Nem, harcos. The pirate fleet has been destroyed. Kalózok megsemmisültek. Óóó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 
vannak, de, na de tök mindegy. Legalább kaptunk lóvét. Ez így egyelőre, azt mondom, hogy elég lesz. Nem akarsz nekem még már egy gyártódni? Gyártódj! Na mindegy. Egyébként lehet menni skin is be, és be tudod állítani, hogy technikád legyen, azaz ez, max, meg ilyesmi, mennyi ember játszon ellened, meg mennyi ember legyen a bolygódon. Nem csak be is mondom egy százat, hogy 90 az a, az csak, hanem hát ugye sokkal jobban fognak lenni az emberek, és itt nagyon könnyű, szóval. Ugye még egyszer sem összetettem mondjuk, de a tó lenne, mert ő is nagyon erős. Mondjuk múltkor az volt a szerencsém, hogy őt gyorsan letámadta. Nem tudom ki. Egyébként az Berosevus. Szerintem a legstílusosabb a Budannak a hajója, azt is már nem tudom. A fejlesztés befejeződött. Hát itt aztán jó sok mindent ki tudok majd fejleszteni. Egyébként majd szerintem lesz folytatás. De az attól függ, hogyha sokan megnézik. Zitek, ha összegyűl el a videónak például 50 like, mert hát én csak most kezdtem a videózást, akkor lesz következő rész. 50 like, és lesz következő rész. De ha nem, akkor ez az utolsó. Mert nekem nem kell 50 like, csak ha tetszik a videó, akkor lájkoljátok. És ha nem tudom, jó, ha csak pár like összegyűlre, például 20-10, akkor, mert 50-et én biztos nem fogok ezen a videóval összeszedni. Nézzük. Ez mi? Jaj, megint meteor, mi? Ott van meteor, csúnya meteor, nem szeretlek, tudós. Igen, tudom, Orion 9-re készül, nem a kommunia, Orion 9-re készülődik. Orion 9. Igen, Slenka! Az nem ez? Aha, ott van Orion. Akkor szedd szét a meteort, egyébként innen valahonnan, szerintem a Jupiter küldte, vagy nem tudom, egyébként mennyivel mennyi. Jelentkezem, imperátor! Úgy, szedd szét. Mi? Mi? Mit csinált? Grave news, imperator. Our entire fleet has been lost to Meteor. Biztos, hogy be fog csapódni. Csirakuk rá. Itt van gyártás. Van. Azt mondom, hogy tűzoltóságot kell lerakni. Előre lerakok ide. Azt mondtam. Jön a rohadt meteor. Ja, hogy ezek több? Több meteor? Új! Mit csináltál? Meteor! Utállak! The meteorites have reached the planet. Meg semmi sült. Egy épület, sérült épület, 2 elhagyott szám. 394-en mentek el a bolygómról. Ezzel megfizetsz! Wow! Csak ez egy kinerújó az a
Egyébként ez jó, mert csak az Isten császár egy darab üzenet van, akkor nekem rögtön azt hitte, hogy konzek 5 bolygót, vagy 2, nem tudom, 5, nem, 2 volt. Mit csináljak? Nem akar engem valaki felfedezni, hogy talán harcba, egyébként már még nem akarok harcba kerülni, csak vicceltem. Nem, de én most már megnézem a bolygókat. Mert nem akarom mondani, továbbra épületrabolnál. De épületrabol is kéne. 2005-re alkalmas. A fejlesztés befejeződött. Itt jó lesz. Persze, hogy oda rakod. Állítom. Azt tetszik? Állj! Ja, az nem az a kis gömb. Ezt viszont szeretem. Mert a gépágyos és a rakétás erődöt azt tudja szedni. Imperator. We have made a breakthrough. Kezünkbe tartjuk az új romboló kategória. Jó hajó előzetes terveit az önhozzájárulásával és a feltélek biztosításával a szokás idő fel alatt befejezhetjük a kutatásokat. Jó, fejezd csak be! Csak ne szólj a dolgomba! Ez mi? Az ki? Vagy ez? Itt miért barnás ez a bolygó? Nekem ez tetszik, viszont én nézik, most rázumolok. És ott a holdja! Mindegyik bolygónak. Ott is. Hát egyébként mindegyik bolygó. Kettő lezumol még itt is, tök jó. És lehet így a radart is így összefunkcionálni. El lehet fordítani, csak nem így. Mindegy. Egyébként azt mondom, hogy a Steam-en lehet megvenni ezt a játékot. Egyébként az Imperium Galactica 2, szóval nem az 1. 1 is van, az se rossz, de ez a 2. Én az 1-en még nem játszottam Torpedo otthon. Az viszont. Egyébként itt a kutatás. Kicsit megálltom az időt. Most mit fejlesztünk? Állítom, hogy dupla pénz, és ezt be lehet kapcsolni. Most nem kikapcsoltam. A fejlesztés befejeződött. Hát, mindegy. Húzzanak. Csak ne Isten császár. Termelés tudós szerint 50%-a romlékgyáraink hatások. Bolygó neve Orion 8. Hát mi történt veled? Mi van veled, Orion 8? Mit csináltál? Hát menj már innen, itt csak a főépület van. Gépágyus erő. Jézus, amikor neki nehéz lézer. Az viszont kell. Nehéz lézer kifejlesztem, mert az jó, mint a tetra lézer. Én itt a kutatásnak meg lehet nézni, hogy hol néznek ki a fegyverek. Itt a fegyverek vannak, radarok. Például ez itt kombinált radar, miféle? Ez nem sem a radar. Fú, ez csak egy gömb, ez nem is radar. Ez az igazi radar. És itt vannak a bármi, ilyesmi. Igen, most ez bedeszül néz ki viszont. Ez itt a tetra lézer, és hát az nagyon csúnya ez a könnyű lézer. Várj. Hát itt sokkal gyorsabb. Ne hülyéskedj.
Ja, hát ez be kell dönteni. A fejlesztés befejeződött. Torpedó. Nem kutatás. Torpedó. Így gyorsan telik, így meg még gyorsan. A fejlesztés befejeződött. Kicsit gyorsan telt. Most mit? Gépányú fejlődött. Egyébként mindegy, egyébként igen, ez lassan fejleszt. Nem viccelek, lassan fejleszt. Egyébként majd azt is megírhatjátok, hogy hány epizódos legyen. Mert én ebből szeretnék folytatást, mert szeretném a szóvetékot. De ezt csak rajtatok, múlik a tetszik. Nem mennyit. Ne is mindent. Három. Ez mi? Mit fejlesztek most? Tartás. És mit fejlesztek? Gépályos erő. Értem. Ja, ez most dupla pénz. Ja, itt is lehet. Rakétás erő, tetralézer. Várj-e. Kell rakétás erőt, ez tetra. Ez murkos. A fejlesztés befejeződött. De mit tudom, mert válasz kell. Azt hitte, hogy könylézer kifejleszt. Nem könyv, tetralézer. És akkor azt kifejlesztettem erre. Mit kaptam? Semmit. Naperő. Az viszont kell. Á, nem, még nem kell szerintem. Hiperhajtóni. Nem, az se kell. Energiapos. Na, az viszont kell. Egyébként vadászkat én nem fogok gyertem. Mondjuk jót csinálnak. Egyébként lehet ilyet is. És ez azt jelenti, hogy például egy ilyen hajó így átmegy szépen. És azt mondom, hogy jön valaki és levadászol. Ezért meg szoktam szivatni, ezt csinálom egy kis övbe, és vadászokat szállítok. és így. Az a vicces, hogy így nem kap, vagy alig kap pénz, ugye? Mert hogyha csak úgy levadászod, hogy nem is jelenik meg fogtál, azért kapsz pénzt. És kérjön, mennyi HP-t összettél, és és kreditet is köszönte. Várjál. Energiapajl. Hát az jól néz ki, öcsém. Így fejlesztődik. Ennél. Fura, hogy az épületeknél be van nyomva. Szükséges idő. A fejlesztés befejeződött. Lássuk, tetszek beszámolja, nem százalékban. Sport. Az viszont kell a jó kedvhez. Mert ugye az emberek nem csak a bolygó közére. Azt nem azt mondják az emberek, hogy jaj, de jó egy bolygó, gyere anyu, menjünk ide, hanem nem kell hozzá mindenféle centrum, meg ilyesmi, nem tudom. Sportcentrum, stadion, meg ilyesmi. A fejlesztés befejeződött. Szerintem nem tudom, hogy be van. Hiperhajtom. És a hiperhajtom kell egy fúj, de csúnya vagy. Mondjuk ez se szép. Ez szebb. Ez... Így. Egyébként kéne csinálnom kis flottát is. Mert hát így kikeresi nekem a bolygókat. Hello. A fejlesztés befejeződött. Jó. Itt a tervezés. Most azt kell csinálni, hogy... Zomboló. Egyébként itt 90 tűzerője. Nézd, ennek meg csak 40, 15 HP. Egyébként az alapom... Ára az alapom mi van? Hiperhajtom, üres, radar, sima könnyű lézer, és ennyi rakétes. Nézd rombolóba,
nincs pal se rakéta, csak tetra a lézer. Mondjuk az elég. Kombináltad a darisperájtom MK1. De mi ezt most meg fogjuk változtatni. Hiperajtom MK2, sokkal jobb kombinált radar, nem sima, nehéz lézer. Egyébként itt meg tudjátok nézni, itt 150. Ez csak olyan 150. Az egy kicsit 210. Az energiapazs az az élethez dob, de inkább én a tűzerőre harapok, szóval. Na mindegy. Ezt nem akartam. Hello. Igen, imperátor. De hangos, nektek nem. Kéne izé. 2700. Lézertorony, rakétatorony, az viszont nem hangzik rosszul. Az nem az, ami az inkább az antigraf tankra jó. Egyébként érdemes azt csinálni, mondjuk én azt nem szoktam, azt például csinálsz egy olyan tankot, ami zavar. Szóval vannak olyan, hogy rakétazavaró, lézerzavaró, radarzavaró, és ezeket, és akkor meg tudja zavarni. Egyébként radarzavarok utálom. Ezt ki nem hallgatom. Utálom. Mert nem tudod, hogy honnan támad. Mert ugye, amikor megtámadják, akkor ezt itt nem látod. Szóval meg kell keresned, hogy honnan fognak támadni. Tanya, mit akartam az előbb? Ürhajó, nem. Igen, tanklabó volt. Ez az épület rabos. Épület. Laboros. Igen, végig mondtam. 5000. Őrhajó, gyere. Nem passzítom, hogy most így. Pénzt érdekli. Kicsit felpörgettem az időt. 5000 itt is. Hát ebből megy el a pénz, gyerekek. Egyébként érdemes mindenhova, mert ha sok ember van, akkor adót kell nekik fizetni. És ha például 0 ember van, akkor az nem nyel el pénzt. Nem, szóval a gyártások igen. Szóval itt most, ja várjál. Most ebből megy el a pénz. Áj! Akkor most várj, ezt csinálom, hogy gyártás, így, dehízunk. Igen, hova jár? Ebből ide, üzenet, jó, az most engem nem érdekel. Legyen 8. 9, mert annyi éves vagyok. Üzenet, csak ne az Isten császár. Amert forgatás napok 3 órával tovább tartanak kezdetben, lakások nehezen tudtak hozzá szokni az élet ritmushoz, megváltozásához, de most már sokkal több munkát tudnak egy nap alatt elvégezni, mely 20%-os termékeny növelés eredményez. Érintett bolygó Orion 7. Hello Orion 7. Hát mit csináltál itt nekem? Szia! Hát rád is fér. Na, flotta. Melyik? Ez a konzerv. Mit parancsol? Most itt elkezdesz nekem körözni. Körözni, ez nagyon. CTRL fölötti gombot.
és a kapszlag alatti gombot. Lőtávol előtt a radar. A lőtávol azt hiszem, hogy az a izéhez ad búzítás, vagy az a tűzerőt. Nézzük, fogadjuk, hogy itt sincs bekapcsolva, dupla pénzám, mert négy nincs. Lőtávol. Az jól néz ki. Tetszik. Nem tudom. Kicsit meg tudom nézni. Ez mi? Radarzavar. Majdnem rakéta. Egyébként itt meg lehetne kontíroftam. Hú, egyébként jól néz ki. Áj, megint új üzenet. Menj már. Áj. Now we must... Enough. You dare question my authority. Hadjárat kell követelni 4 évben, legalábbis legalább 5 új bolygó kell szerezni, de Isten császár, ez képtelenség. Igen, ezt én mondtam. Elég, hogy meri megkérdőjelezni, amit mondok. 4 éve van imperátor. Nem is olyan sok. Én 9 éve élek. Szerezett új bolygót. Oké, ezért gyártottam egy pár kolonizálót. Mennyi kolonizálom van? Mennyi kolonizálom van? Imperátor! Mennyi kell 3. Jelentkezett, imperátor! Jó, kolonizáló. És ott 3. Üzenet. Menj már innen, kormányzó! Látom is nincs ezt, utasítottam mindenki. Megparancsolta a bizalmunk, hogy álljuk munkába a hajógyára. Új rabszolgákat veszünk fel, hogy fokozzuk a termékenység, a csökkenti, majd a konzáló hajó építésnek ideje. És költségi. Valamelyik ilyen kis bolygón, vagy nem bolygó, hanem szövegben nincs ékezet. Ezért nekem azt ott ki kell találni, ami nem kellemes. A fejlesztés befejeződött. Nem, már csak 3 bolygót kell, ez a 3 kolonizáló. Nem tudok itt neked. Menj innen! Miért nem tudok? Nem el, hogy... Menj innen, kérlek szépen! Áramat utasítását, imperátor! Állítsd le! Jelentkezem, imperátor! Legalább még tudok egyik kondolni, és még egyet. 2 kondol... Még egyet. Az flotta. Mit parancsol? Te mi vagy? Nekem nem konzerú. Imperátor! Űrhajógyár. 2 le is tudom. Az viszont szép lesz. Tetszik. Nincs. Igen, imperátor! Ne féljen, Isten császár! Mert itt miért félne, ha nem izé? Ő légy, nem kibáriskozzam azt az egy rohadt bolygót. Érted, kibaszni? Hát azt az egy bolygót mindjárt konzolom. Ne hagyd meg, haragudj rám. Igen, én vagyok a csicskát, tudom. Na, de mindegy. Na, nézzük a konzolom. Kicsit gyorsan gyártósz, picikém. Nem akarsz lassabban? Mondjuk, de örülök, ha gyorsan gyártódik. Na, de tök mindegy. Ez itt jó is lesz nekem. Jelentkezem, imperátor! És egyébként a konzerv az egyik leglassabban gyárt. Akkor a romboló az miért ilyen lassabban gyártódik? Ezt nem értem. Mindegy. Nem akar engem valaki felfedezni?
Mondjuk, én nem bánnám, mert fel vagyok készülve. Nekem mindig a Godan szoktam elsőnek megölni és felfedezni. Yeah. Meg kéne nézni a bolygókat, hogy a mintás. 1200. De azt hittem, hogy már 12, nem tudom. Illésült egy ilyen 3000. Egyébként azért most már jöhet egy kis. Nem kurvajólabor is kell. Az másik kurvajólabros. 5000. Ezért veszik el így a pénzemet. Jó, most már eljött az idő, hogy a bolygókat meg kéne védeni. Ne akkor csináljam ezt, amikor már kis. Egyébként így lehet így váltogatni a bolygót. Ja, oké. Az előzőnek nincs. Igen. Oké. Ez a PGDN és alatt egy napocska. Azzal lehet így váltogatni a bolygót. Rabolhatod? Na, ebben mi van? Imperátor! Hármas utasírását, Imperátor! Igen, Imperátor! Hát szeretem. Hármas utasítását, Imperátor! Semmit. Imperátor! Mennyivel egy kicsit ki? Nekem most már konzálok én mindent. Szia, picikém! A fejlesztés befejeződött. Ó, köszönöm! Na, most már napanyagunk kell. Azt tervezem erre a videóra, hogy legalább felfedezzek egy fajt. Ne kezdjek el csak egy irányba kutakodni, hol vagy? Felakadok, izé... Mi az? Fedezni egy fajt? Hát erre már nem. Mannás! Úgy se fajt se találni. Megközelítési útvonal kiszámítva. Tök jó dumálom, amikor én így valami vonalt akarok neki tervezni. Ránát! Megközelítési útvonal. Itt legalább nekem talál egy bolygót, vagy többet, az nekem viszont cumi. A fejlesztés befejeződött. Mikor épülnek? Ó, lézertorony, ami radarzó. Nem rakétazarú. Nem akarsz nekem arra találni egy bolygót? Ó, köszönöm. Jelentkezem, Imperátor! Hát akkor még inkább ne jelentkezzünk. Várom az utasítás, magassági változtatás! Na jó, inkább itt keres nekem bolygót, aztán így szépen csiga lépcsőbe gyere le! Hoppá, itt csinálok egy hívet, aztán itt kutakodsz, ide csak egy nagy pöcegödört, és kész is van. Mit parancsol? De ez mi? Magassági változtatás! A fejlesztés befejeződött. Nem hallhatám! Ez mi? Hova járom? Ez konzerv. Előre! Jó, te vagy a nehéz. Ma a konzerv. Manőrező parancsoljának bekapcsolva. Oké. Egyébként máshol is gyárthatok. Na jó, kell nekem még kolonizáló. Kolonizáló. Az cumi. Ez a rakéta torony? Ez az! Corvette. A cumi? Az viszont kell, Corvette. De nem az előbb raktam le izéket. A fejlesztés befejeződött. De akarsz itt nekem egy pár bolygót találni még? Például így hármat. Mondjuk nem kell bolygó, csak ezek a rohadt főépületek végre. Gyorsabban. Igen, tudom, hogy pörgetem az időt, és ez rossz taktika, na de én ezt nem akarom.
erre egy évillán. Egyébként egy főépület, tehát én főépületet be ezek tudok lerakni, de nézzétek, más nem, csak főépületet. 500 ember, 0 áram, és nagyon sok pénz. Ne! Szedd le onnan! Egyébként ilyenkor nekem mindig megcsüng a fülem, hogy nem tudom. Ó, hello! Túl sok itt a kereskedőhajó, haver! Nekem itt bőzlik valami, mert ha valahol sok a kereskedőhajó, az csak a birodalmonnál lehet. Haver, nekem van a bőzlik. Hello! Te még egy óráig készülíthet szint. Jó, várj, akkor még itt a bolygókon lepatintok egy pár tanklóbort. Jézus, húztam meg. Jó, itt a kettőt lepatintok. Várj, épület. Épület is kéne. Ide egyet így. Most már űrhajó labort rakjunk le. 2243. Hát az pont. 7000! Uram, atyám! Egy űrhajólabor 4000, akkor még maradt 3000. Nem tudom mennyi, ja most már 8000. Akkor jöhet ide kettő. Nem, csak egy. Mert várjál, az mit űrhajó? Ja, várjál, űrhajógyár! Ez 5000, ez 10000 lesz. Akkor le kell kapcsolnom valamit. Kórház. Mi lesz 10000? Ujjjjj. Jó, hogy lesz rá, csak kevés ember. Korvett. Aki. Nyami. Hibrofarm. Azt szeretem, mert szeretem. Hi. Igen? Hol van az a jogim? Miért ennyi ezen a kapacitás? A fejlesztés befejeződött. Mert gondolom sok izé van rajta. Igen, űrhajó labor. Mert azok is annak, ha jól tudom. Mit fejlesztettem? Mellé nyomtam a korvetnek. Hello! Szeretnék találni egy fajt. Na mindegy, ebben a mai videót nem pont így terveztem, de most most így van. Szóval írjátok meg majd, hogy legyen a következő rész. Összegyűlt tőlem, nem tudom, 10-20 like, vagy sokan megnéztek, nekem elég 50-en megnézni, és akkor lehet, hogy lesz következő rész is. Na, én Peti voltam. Sziasztok!